Üdvözlünk a Parallaxis Retroverzumban! Figyelem, a műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD média bemutatja. Talantos utca 8. Az MD Média szomszédok podcastje. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Lantos utca 8 című műsorunk ötödik adása, itt a Parallax és Retroverzumban a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Állandó partnereimet is köszöntöm elsőként Gizur Gergő. szia Gergő! Szia, szia mindenkinek! És Melon Attilát, szia Melon! Sziasztok, szia Ádám, szia Gergő! Ne felejtjétek, kedves hallgatók, hogyha támogattok minket, akkor nem csak hozzásegítitek a Parallax és Univerzum csapatát, hogy idén elkészüljön az a több mint 150 podcast epizód, amit tervezünk. Ráadásul premier előtt hallgathatjátok ebben az esetben a műsorainkat is, valamint a Parallax és podcast hosszabb, és csak támogatóink számára elérhető teljes változatát. Érdemes hát előfizetni a patreon.com parallax és oldalon keresztül, amit nagyon köszönünk. Küldjetek pénzt! Bár akcióval kezdődik a rész, ismét egy némileg cselekménymentes, de mindenképpen visszafogott epizódot kapunk, viszont ebben a részben mindenki kibb***tul bunkó. <gül> 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 És akkor köszönjük, hogy velünk voltatok. Akkor játok, <laughs> hogy összefoglaljam egyébként így a epizód eseményeit, Nem, mert nem, mert nem leszel, lesz pontos, mert érzem, hogy, hogy nem fogott meg ennek a résznek a mondandója. Rengeteg, érdekes, rengeteg érdekesség volt benne azon kívül, hogy nem volt érdekes. H Három mondatban összefoglalható. Na, mondd, mondd, azt a három mondatot. Nem, én tőled várok, tehát hogy mondod, hogy összefoglalod, tehát végig röviden letudható. <laughs> Jó, figyeljetek, gyorsan összefoglalom azért a részt itt a kedves hallgatóknak. Ádám egy fiatal öngyilkos lány életét menti meg egy gyors beavatkozással, Feri tanulna, és egyébként is az ipar művészetére akart menni, mert jól rajzol. Takácsik a nyugdíjas kórus évadzáró hangversenyén vesznek részt. Egyébként 27 fellépésük, három esküvő és két temetés volt. Megismerhetjük Bőm úr eredett történetét, papnak készült, de egy csajért kiugrott a felszentelés előtt, úgyhogy most lemezt hallgat és lenkével dumál. Kiderült, hogy Laci állatorvos akart lenni, de harmadszorra se vették fel, így többet nem próbálkozik. Nem emiatt, de Alma szakít vele. No, ezek szerint amúgy tényleg jártak, bár Alma szerint ez inkább barátság volt, Laci szerint szerelem. Vágásaik készülnek a gyermekvállalásra, miközben Feri automata függ függöny és pótméteres vélen szerel fel, jön bőm, felé meg iszonyat bunkó vele. Gyulcsi meg kisé flagma, vagy csak nagyon rossz színész, ezt nem tudom, eközben az apja a téli kabátjának árát 320 forintot költötte a tortára, ja mert Gyulcsinak ugye e születésnapja van, délután meg úttörő táborba megy. Takácsék ágyat vesznek, alma meg lámpát ugyanott, laci is ott van, alma dezirével van, lebukik a nagyszülők előtt, ők még nem tudják, hogy szakítottak lacival, lenke kiakad, megírja alma anyjának, legalábbis ezzel fenyegeti, ez ugye ezért elég nevetséges, mennyi idős is alma. Fogalmunk sincs. Hát körülbelül ennyi, ennyi dologról szól ez a rész. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, mindent megtudhattatok. És a szocialista összeköttetésekről. Amúgy. Tudom, hogy ezt nem szabad, de ezt, ezt a részt most ez, ez teljesen szétb***tott. Tehát ennyi. Tehát most bármiről beszélünk, kész. Elmondtál mindent, most, most akkor most a hát van. Szomorú, hogy egy 35 perces tévésorozat epizódban ennyi az össztörténés. Igen, ebben a részben nem ez volt a legszomorúbb rész egyébként, hanem azzal kezdünk. Most még nem tudjuk, de egy későbbi többször is visszatérő mellékszereplőt kapunk, ugye meg? Mindjárt itt az elején ennek az öngyilkos lánynak a személyében, aki ugye majd később rá fog járni a nagy fehérre. Ugye bevet mindenféle nyugtató gyógyszert, mert ez a Morvai Nándor nevezetű szuper üzletember, hát gyakorlatilag csak kihasználta őt, és hát a feleségét küldte szakítani egyenesen ezzel a lányjal, aki hát ezt elég rosszul tűrte. De ami még ebben a Momentumban egy fontos dolog, megjelent Laci, a mentős kollega, aki ennek nagyon sokáig a barátja lesz, vagy barátja a kollégája lesz, és majd szerepelni is fog, itt koroknál Géza alakít. Tehát nem menjünk el ilyen fontos dolgok mellett, hogy megérkezik egy újabb szereplő, aki bár mellékszereplő, de azért csak állandóan fogjuk őt látni. És ami érdekesség, hogy miután megmenti a lány életét, Ádámunk, kicsit egy ilyen, egyfajta, hát nem is tudom, már majdnem azt hittem, hogy magánnyomozót akar játszani, vagy rendőrt, de hogy bizony felhívta ezt a morvai urat, hogy hát jó lenne, hogyha bejönne a kórházba és meglátogatné a leányzót, mert hogy túlélte, bár nem akarta. És akkor kiderült, hogy ez, nem csak, egy, ez, csak egy játék volt a részéről, és hát a lány nem tartotta be a szabályokat. Kemény világtisztelt, hölgyeim és uraim. De gondolom, az, az... bunkó. De, de az, a, a, a mág, nem, pont, hogy nem, hiszen ő, hát ő, ő, ő nem. még túllépte a hatáskörét. Jó, de Magen sosem bunkó. Ja, jó, csak már azt mondtad, hogy mindenki. Tehát akkor mindenki kukac, kivétel Na Jó, oké. Okay. <laughs> <laughs> ja, egyébként bocsánat, hogy ezt a téli kabát dolgot megemlítetted itt a... Na jó, nem menjünk ebbe bele, majd később, jó? Ami majd hát, jön, hát, jön az. De nem, nem, ne, bele, 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 nem kell szerintem amúgy... Ö, nem, öm... tök sok mindent megint összegyűjtöttem, tudod, az adott korból, ö, illetve az adott két hétből, ami történt és egy kicsit itt utána kerestem annak is, hogy mibe kerültek dolgok, ugye, annak én annak is. Idején. Megnéztem a KSH adatokat, akkor vessük össze, hogy ugyanezt kaptunk. Ugye itt két, két pénzösszeg hallatszik, vagy hangzik el igazából ebben a részben. Ugye egyszer 20 forint, amivel Lenkenéninek tartozik Bőmbácsi, ami hát nem biztos, hogy jól gondolom, de a KSH adatai szerint ez, ami 1987-ben 20 forint volt, az ma 620 forintnak felel meg legalábbis 2022-es adatokat tudtam nyilván nézni, illetve, ami viszont jobban érdekelt, a tortájának, a Julcsi tortájának az ára, ami elmondja, ugye a, 30. hogy 320 forintba került, és hogy ugye nincs téli kabátja, ahogy én is mondtam, és ez majdnem 10.000 forint amúgy mai járom. Ami tök teljesen, itt vásárlóértéket néze ez az adat, és ez egyébként egy teljesen reális, azért egy, egy torta, hát nem teljesen reális, de egy torta azért manapság már mondjuk egy 5-6-8 ezer forintba is van, és akkor azért nagyon olcsót vál vásároltál. No, én pedig a Konzum hirdetését találtam meg Pécsről, ahol különböző termékeket hirdetnek, ugye, Ö, gyönyörűen árral is. Ugyan tortát nem találtam, de például azt lehetett tudni, hogy egy őszi barack befőtt, vagy éppen, <gül> <gül> vagy éppen egy babkonzerv, ezek éppen 46 forint 50 fillérről voltak 20%-kal leárazva. Tehát az, az egyik, még például a nemiben éppen kabátot nem találtam, hiszen júliusban ugye kabátot kevésbé árulnak, de egy trapper farmer pantalló, kérlek, szó, kérlek szépen melletteket, 690 forintba került, míg uh, ugyanez, mondjuk egy bakfish nyári pantalló, tehát nadrágok, tehát ilyen mondjuk 6-700 forintba kerültek. Mi az a bakfis? Teenager. Ah. <laughs> Úgyhogy én a ruhákból és ételekből ezeket tudtam hirtelen a konzumáruház hirdetéseiből kiszedni. Pécs-Kosuttér. Azt hiszem már nincs ez az üzlet. <laughs> lehetne ez ilyen bulka termékel helyezés mindig, nem? Nem, <laughs> hogy... <laughs> Tényleg nem, most akkor tudjuk, fel, fel is hívjuk az, össze, az, az összes olyan cégnek, vagy, vagy boltnak, vagy áruháznak, ami még létezik, fejük a figyelmét, hogy velünk itt most hirdethetnek burkoltan, mert hogy mi beszélünk róla, mint 30 évvel ezelőtt, vagy nem tudom hány év, sosem tudom kiszámolni, nézzétek el nekem, és akkor ez egy tök jó. Azt tudjuk, hogy mennyi volt egy ö, orvos fizetése 1987-ben? Nos, orvos fizetését éppen nem tudom, de ezt is megnéztem egy kicsit, hogy ki mennyit keres, például találtam itt segédmunkásokat, gépbeállítókat 4800 forintért kereszték, keresték, főiskolát végzett üzemgazdás szakembert 6700 forintos havi bérrel. Tehát ahhoz képest a 321 tortáj. Azért az mondjuk 5%-a egy fizetésnek. Hát nem is jutélik a bátra szegény Ádámnak. De, hát de csak Egyszer, de csak egyszer van születésnapja, egy évben jó csinálni. Hát nem tudom, ha az én gyerekem mennyire bunkó lenne a születésnapján. Én nem is értettem ott azt, az, azt az egész jelenetet. De most tudom, hogy szerintem Horváth Ádám fölé egy reggel, a ballábával kelt ki az ágyból, és megírta ezt az epizódot. Mindenki idiótán viselkedik. A Feri olyan tiszteletlen a bőmmel... Várj, azért annak, de annak előzménye van, mert ne felsz, még ott van a tüske, hogy ő ugye egy ilyen illegális lakásfoglalónak nézte az első részből. Bőm azóta oda ment hozzá, és azt mondta, hogy ne haragudjál. Vagy bármi. Nem. Ott még mindig ott hát tartja. Nem, nem tudjuk, én mi csak egy napot látunk Láttuk egy egész hét. Csak emiatt van egyébként benne tüske. Tehát konkrétan ugye ő mikor felmegy megkérni, hogy ugyan már szerelje meg, akkor egyrészt erre Feri elég érdekesen válaszol, de ott lényegében egy ilyen burkolt fenyegetést kap a bőmtől, hogy és hogyha a kedves feleségesnél éjszaka a sötétbe? Igen, azt De? mondjuk el a hallgatóknak, De. hogy arról van szó, hogy tönkrement a világításnak az automata kapcsolója a lépcsőházban, és Bőm elmegy, bemegy a vágásékhoz, hogy a felitől segítséget kérjen, illetve hogy javítsa meg, mert a szerelők nem jönnek ki. Mire felé közli, hogy hát az a baromira a magán, ügye, hogy ő szerete, úgy fogalmaz, kísérletezni ilyen, mint a függönyelhúzó és a pótméteres lámpakapcsoló, tehát, hogy szereti ezeket a műszaki dolgokat, és ezzel foglalkozni, ez az ő dolga, de az, hogy ő most itt a közös villanyt szerelje, az baromira nem az ő dolga, és ha bár hajlok arra, hogy részint igaza van abban az értelemben, hogy hát fizetnek közös költséget, tehát, hogy amúgy jöjjön ki egy szerelő, és, és javítsa meg, de ettől függetlenül ez be teljesen igaz az a van, és én ezt mondjam, úgy nem burkolt fenyegetésnek gondolom, mert mi van, ha a várandós feleség. Az lelki volt, amúgy az egy lelki terror, terror De, Igen. de az elrohantok egy picit, és itt ez a baj ilyen szempontból, mert ugye a mentős rész után a nyomdába beszélgetnek vágásék, és csak hogy megértsd megérsz a vágási felének a lélekrajzát, és ha, ha nem is találta ezt ki, én most kitalálom helyett, és megmagyarázom neked. Tehát lehet, hogy én sokkal többet látok ebben, mint ami benne van, de hogy a, a vágási felét lépte nyomom, mindenki gyakorlatilag belerúg egy kicsit, hogy senki nem nézte volna ki belőle, hogy valaha, valaha, valaha ember lesz. És ez pont ebben a jelentben is így van, mert ugye a főnök, aki ugye Perla István alakít, arról érdeklődik, hogy mikor, lesz, mikor mennek szabadságra. És ugye a vágási Csináljuk már egy interjút hogy... Perla Kistvánnal fölhívjuk. Imádom, bármikor, a legjobb. Nekem És nincs meg e a száma. Nekem megvan a száma. És, és ugye, ugye, Feri azt mondja, hogy hát nő most nem nagyon tudnak sehova menni nyaralni, nem is tudja, hogy mikor veszik ki a szabadságát, mert se pénz, se hely, csak az adósság, stb. stb. Szóval Feri leszokik a dohányzásról a gyerek miatt is, és a főnök megdicséri Ferit, kvázi, hogy ő nem nézte volna ki belőle, és az sem, hogy Jutkát meg tudja tartani, mert ugye Jutka egy jómódú családból származik, hogy ez a jó jómódú leányzó, ez képes úgymond a, a kvázi luxust félretenni egy egyszerű nyomdás Szerintem elvér. ez túl misztifikálja egy kicsit a, a vágási és szerintem túlságosan a szívére veszi. Talán el kéne engedni ezt, hogy, ő... Szerint, hogy az ő karakter erre nagyon érzékeny, ezt, ezt tudjuk. Ugye otthonban nevelkedett, hogy ő akkor a, a semmiből ereszkedett föl, és ő lépten nyomon megkapja azt, hogy ő, ő egy senki. A fülbevaló miatt akár bőmtől... Bocsánat, de ő azért ehhez házhoz megy? Igen, egyrészt házhoz megy, de másrészt meg nem azt kapja meg, hogy senki, hanem azt kapja meg, hogy figyelj, ahhoz képest, hogy mennyire hátrányos helyzetből indultál, és mennyire terhelt vagy, ahhoz képest van egy szép feleséged. Aki, nem ezt mondták egy, neki. de Értem, de, de a Feri ezen állandóan fönn van a plafonon. úgy, tehát, hogy... és, és a másik, tehát tényleg ezt a terheltségét ez mindig ő maga Igen. hozza elő, hogy Azért? Azért? Nem, azért, mert, mert... Gergő, nem gondoltam, hogy most időben ide fogsz érni erre a felvételre. Mert paraszt vagy. Na hát, de... sose késtem még. Na jó, de ezt most így magadra vennéd? Azért, mert nem tudom, csak fél lábad van? És neked nehezebb gyalogolnod? Én magamra veszem, mert például tudom, hogy te szeretsz engem batogatni. Tehát én abszolút magamra veszem, tehát ez egy, ez egy nem jó... Nem, nem lehet, hogy azért szeret téged zélgatni, mert magadra veszed? Nem. <laughs> Na, ez egyébként jó megfejtés a, a Ferihez. A kisebbségi komplexusát próbálja, a Ferinél lehet, hogy így van. Szóval szerintem inkább büszkének kéne. De abban, abban rá. a nak igaza van, hogy ehhez még pluszba házhoz is megy. Tehát érzéken vagyok valamire, ezért oda megyek, hogy gyere, rúgjál belém egy kicsit. De ez nem csak erre a része jellemző, ja, nem, nem. a karaktere. Alapból ez, egy a karakter, karakter arra, tehát egy, 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 fontos jellemzője. Jó, hogy... Feri az, aki egy sokkal, sok, 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 sokkal későbbi részben kikéri magának, hogy hát a jutkának el kell mennie táborba, miközben ő, neki most akkor otthon dolgozik, és még ő neki kell ellátnia magát. Hát úristen. Hát Feri a klasszikus családmodellben hisz. Na jó, én ezt értem, de itt férfiak meg nők nem élnek soha egyedül. Itt it, it, ilyen kommunába élnek egyébként. Tehát mindenki, hát ő már, mindenki ő, már... Ő már felesége van, neki innentől fogva már nem kell látnia magát is. És aki egyedül a él, együtt, majd... érkezik az is. És majd aki egyedül él a sorozatba később, akár Gábor Gábor, akár más karaktert látjuk, az. Gábor látjuk, Gábor nem andan... eszik. ő Azt ne nem, a... nem, Azt nem látjuk, eszik. Azt látjuk, hogy azok dzsuvában élnek. Tehát aki nem, a, aki egyedül él, de hát hogy a sömeg is egyedül él, aki szintén most kötekszik bőmmel, és, és így módon Ferivel is. Mert ő magánénekes. Hát ő magánénekes, és ő nagyon fontos, de beszéltük, hogy ugye mondtad, hogy megjelenik az a bizonyos kórus. Ott azért az nagyon jó kis operatőri megoldás, hogy mutatták a kórus, hogy énekelnek, 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 totál, 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 és akkor elkezdenek, ugye, közelíteni, szépen végigmennek a, a kóruson, és csak a legvégén mutatják takit. Szerintem itt alapvetően ez ki volt találva, hogy és akkor most adunk nektek egy 5 perces kultúrprogramot szépen mutogatjuk közben a szereplőket, mert ugye egyébként dramaturgiailag 20 percnél, vagy 20 másodpercnél több értelme nincsen az egésznek. Ugye látjuk, hogy énekel a kórus, oké, okay, és akkor ebből, ugye, majd ebben a részben, meg majd főleg a következőkben különböző drámai helyzetek is kialakulnak, de hogy igazából teljesen indokolatlan volt ez az öt perc. Ez csak azért van, hogy benne legyen a kultúrás rész, a következő is lesz egy ilyen rész. Tudjuk egyébként, hogy kik a kórus. Én próbáltam rákeresni, de nem találtam ennek. Mert hogy a tagjai vagy, hogy ez mi? Igen, hogy valóban, mert ez azért látszik, hogy ez valóban egy kórus. Van köztük, van köztük színész is, az biztos. Például ugye az a bizonyos rezső, akiről majd később beszélünk. Ők abszolút unkredit, ahogy szokták mondani. Igen, de szerintem ez egy létező kórus, esetleg ha van olyan hallgatónk, aki tudja, hogy, hogy milyen kórus szerepelt benne, szerintem az érdekes lehet. A forgatókönyv szerint ugye ez a Magyar Rádió nyugdíjasainak a kórusa. Ami simán lehet, hogy valójában is a Magyar Rádió nyugdíjasainak a kórusa van benne, szerepelt benne. Mindegy, ugye ezután a jó kis buli után, ugye egyszer csak hirtelen este lesz, és akkor Laci és Alma haza kíséri Lenkét, és hát Alma és Laci ugye neki vágnak az éjszakának. Mert tehát itt, itt, nekem mindig vannak ilyen furcsa csavarok ebben, a, ebben a, a történetben, hogy az előző részekben gyakorlatilag Lacihoz hozzá sem nagyon szólt Alma, most meg ehhez képest együtt mennek el a, a Taki bácsinak erre a kórus. Tehát hirtelen mit keresett ott megint? Hát, hát de most okit. mit mondja? De most mit mondja? Mondja azt, hogy, hogy jaj, hát most... Hát bizté... de, úgy, de úgy, fejeztük be, úgy fejeztük be szinte, hogy már a, a Laci konkrétan tudta, hogy, hogy ő le van pattintva. Ehhez képest a következő részben ott ülnek, és elmennek szórakozni valahová. Nyilván akkor mi nem tudtuk, hogy mi lesz belőle. Tehát nekem van... kellett a... vezetni ezt a szórakozási jelenetet. Igen, de nekem ez egy logikai hmm. bukfenc, hogy ők most mit kerestek ott együtt. De nem szakítottak még akkor. Hát azért... Ott azért azt mondtam, hogy azért lelet az emzi aladára, tehát azért azt, 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 Laci is érezte. Meg nyomozott utána minden szart, tehát ott azért voltak már gondok. Na mindegy, de itt a legjobb rész megint kimaradt, hogy Lenke átment bőmhöz 20 forintot behajtani. Tehát itt kőkemény dolgok vannak. Tehát itt a mafia. Több kimaradt, hát felolvastam. Hát igen, de hát hogy, hogy Hát 20 forintot adtam arra, hogy, a, hogy, a, hogy, a, hogy csináld meg a villanyt, a világítást. És ugye, nem igen... aratta. Bocsánat, a gyerekeknek adakozott a bolira, csak ehhez kötötte az adakozását, hogy akkor viszont javítassa meg nem. a Nem, a gyerekekről szó nem volt. Én is azt hittem, hogy aratta. Aratta. Igen, de nem ezt mondta. Ezt te csak onnan tudod, hogy én úgy emlékszel, mint én. Én is azt hittem, hogy arról a 20 forintról beszél. Na most adott 620 forintnyi forintost a csávónak mai vásárlóértékben, és erre... Lenke azért annyira büszke, ebből a kisgyerekek még csak fagyizni se tudnak. De minden lakótól kérte nem, ő... nem büszke igazából rá Lenke, tehát csak itt fel akarja ezzel hívni a figyelmét, hogy már pedig ugye nem tette meg, amit megígért, tehát ez, ez, nem a 20 forintról szól, ugye, hanem ez tényleg erről, hogy emlékeztet, De Várj, hogy bőm, ezt bőm, hívta őket, és minden alkalommal jöttek, hogy végigérték, hogy jönnek, és nem jöttek, ez akár ma is lehetne hozzáteszem. Mm -hmm. teszem. Abszol... hívta őket, akkor a két forintos sem a telefon, 8 forint a 20-ból elment már telefonra. <laughs> De nagyon fontos valóban ez a jelenet, hiszen, ahogy mondtam, Bőm eredett történetet kapunk. Így van. Most nagyon sok mindent megtudtunk, mert ugye megtudtuk az előbb már vágási felülről, hogy nem vették fel az iperművészet, pedig szépen rajzol. Most megtudtuk, hogy Bőmnek volt bizony egy felesége, aki egy hárpia volt, és alig várta, hogy megszabaduljon tőle, és hát ezért ennek a nőnek a kedvéért még a papi pályát Hivatás, is igen. Hivatását is feladta. És ő azóta nem is bánja, hogy egyedül van, mert hogy ez a nő minden családi vágyat kiírtott belőle. És ő nagyon jól el van egyedül. Papi. Hát se papi nem lett, viszont egyedül van és tök jól se, pap, se papi. <laughs> Laci, Lacival szakít Alma, azon a bizonyos helyen nagyon szép zene szól. És Laci befenyít, hogy ő lehet, hogy de ezt mondtad is Ádám, ugye? De az a baj, ebben tényleg nincs több, mert hogy a Laci és Alma elmennek, és szó, elmennek arra a szórakozó helyre, mondjuk úgy szórakoznak, hogy ülnek és izogatnak és beszélgetnek, és akkor derül ki, hogy na Alma most mondja ki akkor azt a bizonyos nem boldogító nemet, hogy akkor ezt itt fejezzük be. És hogy ez nem csak barátság, hanem inkább gyerekszerelem is volt az ő részéről, és a Laci részéről volt csak igazából szerelem. És itt ezen a ponton áll meg a sztori, hogy akkor, akkor a Laci az akkor ő ki is akar lépni az alma életéből, és ezt később látjuk is, hogy meg fog történni. Már, vagy ebben vagy a következő részben, hát indirekt módon megpróbálja. Azért azért lássuk elég gyakran fel fog megbukkanni alma életében, de ez egy másik hát, kérdés. De most lesznek rá utalások, és most is úgy volt, hogy ahhoz képest, hogy arról volt szó, hogy, vagy azt gondoltuk, hogy majd haza fogja vinni almát, vagy hazakíséri, ehhez képest azt mondta, hogy ő neki nincs kedve búcsúzkodni, aztán lelépett és ott hagyta. És két külön irányba indultak el a, ebből a szórakozó helyből, mert a Laci elment hátra ott a táncoló népek felé, az alma meg balra ment ki. Tehát itt nagyon lá külön. Lepattintsák még egyszer az, lépcsőház kapujában? Mire gondolsz, hogy gondolta volna, hogy hát jó, Alma, köszönöm, hogy lepattintottál, azért haza kísérlek, jó? Nem, hát csak, csak hogy itt... az ez... azért beugorjunk közbe? Hát nem, mert figyelj, tekintve, hogy ez nem egy, nem egy első randi volt, és nem ismerték egymást, hanem gyerekkori barátok is voltak kvázi. Attól még hazaviette volna. Bár ugye az alma kértő, ne találkozunk. De, de most úgy, beszélünk, most, úgy beszélünk az almáról, meg ilyen szerelem, tehát az alma, ami a fehér anna 29 éves volt 1987-ben. Az alma sem lehet sokkal fiatalabb nála. Tehát én nem pontosan értem ezt, e, e, ezt, a, ezt a vonalat, hogy, hogy úgy, úgy beszélünk az almáról, mintha egy. 20 éves kislány lenne. Én nem úgy, be... én nem, nem úgy beszélek, nem beszélek, a róla, sor... hogy eladták, a pontosan, a sorozat úgy értem szó. persze. Tehát, Tehát hogy én, én, én... én nekem fura ez az egész. Tehát már az is, amit ő maga is szóvá tesz, hogy a Lenke állandóan beleszól az életébe, amit ő is szóvá tesz a maga módján, de a viselkedése gyakorlatilag pont, pont olyan, mintha 20 éves lenne, de igazából Ezt nem megírom anyádnak. Hát az az a pillanat, az. az, ezek, az... ezeknek a beszélgetéseknek nem szabadna megtörténnie már egy 20 hát, kedves Hát kedves hallgatók, tehát arról nője. beszélünk, hogy konkrétan egy veszekedés közepette, amikor az almát felelősségre vonja a Lenke, hogy ott látta a ország egyetlen bútorboltjában, vagy valamiében, eh, ahol ők is ott voltak, pusziszkodni a dezirével, hát teljes a legalább annyira kiakad, mintha elfogy a tej a boltba később. Ó, Tehát, a hogy ilyen... A kedvenc elemed. <laughs> és, és, azt mondja, és azt mondja az almának, hogy majd, meg, ne, ne, félj csak, megírom ezt anyádnak, hát ki nem szarja le, p meg nagyi. Tehát, hogy miért? És akkor a, anyám majd fölhív, vagy ír egy levelet, hogy nem tudom, ne pusziszkodjál mással. Értem én, hogy itt az volt a... a a történet, hogy a Lenke azon akad ki, hogy ő úgy tudja, hogy még a Lacival van együtt, miközben látja az alma a főnökével, hogy ő Nem csak ez a smárol. baj, hanem az a baj, és hogy ez, hogy ez a főnöke, hogy ez egy ilyen más csávó. Ez, ez a sipos, ez, ez, nem, ez, ez, nem. ez De Desiré, hát, van az hozzá? De most miért van ez az, a az, másik, ami ki akad, hogy a magyar családban... Hát azt már a bőm is, Hát neki nem, nem mindegy. A, nem, mert ő, a... nem mert ez nyugat majd ma. Oké, okay, okay, de. Az az ez bocsáss meg, de akkor az, a, 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 mondjuk ez azt hiszem ez az egy következő rész, de mindegy egy itt is fölbukkant az Esti nevezetű új főnöke a takácséknak ott a következő kórus kórus, de itt is elhangzik, hogy lehet egy, egy főnök, elhangzik, igen. igen, Aki egyébként Esztike. Ilyen magyar sorozatos idiótaság, mert a barátok közben mindenki timike. Gézácska, itt, itt, itt mindenki mindig becézve van, úgy látszik a magyar sorozatokban. Tehát azt szeretnéd, hogy mi is azt mondjuk, hogy Ádika a Gergőke? Nem, pont úgy ellenkezőleg szerintem ez borzasztóan idegesítő. De de hogy Deziré, akkor Deziré, mit, mit érdekli ez a lenkét? Azt mondta, hogy legyen, legyen, legyen ez... Dezsőke legyen, legyen vagy Deske, hogy az Alma felsorolta de, de... neki, de ez a Deziré, ez ez nem megy. Nem, nem, nem de hát nem, ki él. ő, hát nem a lenke az anyja, Hát majd a. Ha ha, értem, de. Ő hanem, de... a, felelős, a Budapesti. De a, a Desiré Mi köze van a Dezirének hozzá? Ugye attól rossz ember lesz, hogy őt sipos Dezirének hívják, de hát az anyakönyvezet. Igen, mert neve amit, amit, mo amit, mondott Attila, hogy majmolja a nyugatot. Esik, rendes nevet választ. Aki ilyen hülye nevet választ, az csak 1987-ben vagyunk. Egy nyugat majmoló az nem lehet jó ember, ebben legyél egészen biztos. Sőt, hogyha megnézted az angol slágerlistát, és azt hallgattad meg, ami az első helyen volt, akkor már azért gyanús vagy. Mi, mi, volt az első hely? Hát gondolom valami sziszikecs, vagy ilyesmi, de gondolod, megnézem. Ja, én azt hittem most egy konkrét, azt, hiszem, azt hiszem, egy konkrétumot. DJ valami. DJ de hát most miért, miért fáj ez a Lenkének? Na, lenkének, minden fáj, lenkének minden lenk... fáj, minden fáj, amit nem ő irányít. De Lenkének miért, mi egyáltalán miért, uh, miért szól bele abba, hogy mit csinál a közel 30 éves unokája? én hálya? azt nem értem, hogy ez, Értem, hogy te meglepődsz ezen most 2024-ben 600 éves fejjel aki amúgy is elég liberális, rebelis gondolkodású vagy. De ez Őha. 1987, és Lenkenéni. Tehát, hogy Bocsánat, neked... Na. az előző ez muszáj visszakötnem, és akkor itt már fogjuk érteni, vagy még durvább is lehet, amit mondtam, hiszen a slágerlistám az egy dolog, hogy az I want a dance with somebody, majd George Michael az I want your sex, Hoppá. és a Pet Shop Boys it's a szín, tehát ugye ezek Na jó, a de hát, hát itt 1987-ben nem az volt a, nem a nemzetközi slágerlista, ezek, 87 ben az volt a lényeg, ismerte Bétot, a László nem rak be egy Desiree dalt akkor itt Ennyi, kész. Lenke ismerte a slágerlistát, és nem tetszett neki már akkor sem ez a befolyás. Kész. És nem tetszett neki. Nem. Nem tetszett neki. De hát egyébként meg ez a csávó, ez abból él, hogy, hogy külföldieknek szervez, magyarországi kirántulásokat, vagy körülbelül most nagy vonalakban ez. Hello, my name is Dezső. Dezső? Dezső? Igen, nem, Dezső. Jó, de állj, 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 oké. Okay. De, de most az, hogy Lenke utál... de, eddig jó, de te... a Lenke a sarki fülszereség, megy az agya csak. De attól, hogy valaki külföldiekkel beszélget, nem kell Magyarországon is már George-nak hivatnia magát, ez a halálom. Well, Jó, de is de nekünk lehet, is, nálunk is van melon, 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 nálunk is van Stefán, hát mindenki úgy hívja magát, hogy akarja, és értem, hogy most 2024 van, de szerintem... De Nem menjünk bele, de a Stefán az azért Stefán, mert Stefán a Melon, meg azért mert Melon, tehát... De akkor tessék, semmi gond, én, én már tartom, magyarítsuk dinyére, kész, meg van oldva. Az István meg egy csomószor Istvánnak hívjuk, meg van oldva. Mi van még? A kettőből kettőt megoldottam. Na mindegy, ezt, szerintem ezt engedjük el, és... a, a a takik szezonzáró itolozásáról ugye elmondtad a, a statisztikát, amit egyébként úgy mondott szint, hogy takisztikát mondanak, és ugye jól vastag föl, Ezen nekem az is jött tehát, hogy azt mondta, hogy takisztikák, és a 27 felépés három esküvő két temetés timmel, de a kórus 30 fős, ezt, ezt, kihagytad, és ugye ő szeretné, hogyha kicsit többen lennének még, hogy mindenki hirdesse, mert, mert hogy legyünk már többen, és az egyik tagnak... Időutazóknak akkor mondanánk egyébként, hogy aki 1987-ben vissza tud menni... Aki, de, aki az, 20... az egy kórus tag lenni, az mindenképpen... Úgy, mo most, most felhívunk minden hallgatót, szeretne vissza énekelni, és várja is úgy, hogy már 87-ben is nyugdíjas. Nem, az egyik unokának ugye lesz egy esküvője, az egyik tagnak az esküvője, és itt megjelenik ugye a Rezső, aki, akit már korábban is láttunk, és az ő neve egyébként Szedlák Kálmán, és villáristán István alakítja ezt a karaktert. Ő volt, aki be, be, beszervezte akit ebbe a melóba. És Rezső egy, egy tipikus, a, a régi rendszer gyermeke, illetve attól félő, mert hogy ugye templomi esküvőről van szó, és hát tudjuk, hogy akkoriban a templom az, az és hogy ő, ő, jaj, hogy nem lesz abból baj, ha mi ott, ott, ott mi elmegyünk ott fellépni, és ezzel ment ott az agonizálás, és ekkor jön az a bizonyos esztike megemlítése, hogy nem kell már félni a régi főnöktől, mert már esztike van, az meg nyilván majd nem fog azért beszélni, hogy elmegyünk egy templomba nyeregni. De ez, 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 a vonal, ez, ez lett vezet, hogy akkoriban ugye ez a templom, ez ilyen bűnbarlang volt. Nógózóna. No, zóna. Igen. Mágenek az ügyeletből hazaindulnak, és Lacinak, az új kollégának autója van. Én azt hittem, hogy Trabantja van, mert egy Trabant felé indultak, és kiderült, hogy egy nagyon szép zsigája van. Ezt csak meg kellett, hogy említsem. Akkor én, én is szedjem elő az újabb kis dolgot, amit előszettem. Hát, nyilván, azért tartunk. Szedjem elő, amit előszedtem. Úristen, ezt a fogalmazást... Szerintem, a jó, amit nem, korábban megtalál... előszedtél, hogy most elő tudját szedni. Erre hallgatok, azt mondják, hogy Jézusom, ha ez lenne a legnagyobb baj ezzel a műsorral. És még jó, hogy nem videóban nézzük. Na, szóval megtaláltam az egy adott napra ö, eső gépkocsi sorszámokat, és az volt a legdurvább. Én azt hittem, hogy ennél sokkal több autót adott ö, át egyébként a. Mi a jó, Jézus? Merkur. Merkur. Igen. Egy napra összesen 30 sorszám volt. És ez három városban volt átvehető, Budapesten, Győrbe és Debrecenbe. Összesen 30 autó három felé elosztva egy napra. Az igen. Hát neki jutott egy zsiguli. Azt hiszem beszéltünk már ebben a műsorban arról, igen. hogy ez mennyire Ugyan rémes az, volt. Igen, és ez... És ugye azt, azt láthattuk is a színezéseket is, mert a Trabant is fehér volt, meg a zsiguli is fehér volt, tehát hogy a színka a az Azért, mert a fehér hatta, jó. Hogy... Ezt megtanultuk már, hogy a fehér az jó szín. Júli Igen. megtanította nekünk. Meg. Júli mindenre megtanít minket, viszont Feritől sokkal többet tanulhatunk, mert Feri elhozta a 21. századot már 1987-ben. Hát az a gyerekek elektromosan elúszható függönyt applikált a gyerekszobába. Az még ma is egy rohadt nagy luxus. Hát bármelyikünknek van olyan? Hát nem rohadt hát, nagy luxus, mert gyárc. a valószínűleg hát, igen. 250 forintért megveszed azt a kis de ez, szerkezetet Igen, De 87-ben azért ez kőkemény, mert, az mert az a fényerőszabályzós kapcsoló, arra már én is emlékszem, és az tök jó volt, mert, mert kicsit meg tudott rázni is, ahogy, ahogy így, mert ez egy, egy abszolút lapos kapcsoló volt, az úgy kevze kedves hangatok, hogy nem volt rajta billenő rész, hanem egy lapos kapcsoló volt úgy, hogy van, csak érinteni lehetett, nem mozdult semmi, és egy fém felület volt. És hogyha ügyes voltál, vagy rosszul volt bekötve, nem tudom, akkor kicsit meg tudod rázni. <laughs> tehát az, az, nem volt akkor a cucc, de az elektromos szabályozható függöny az nagyon vagány dolog. Amit egyrészt soha nem látunk többet, másrészt nem. meg most arra pontosan mi szükség is van. Már mint, az hogy arra, az hogyha, hogyha, süt a nap, az a gyerek és... és érzékeli a napsütést, nem, vagy... fel van vezetve benne, hogy a Feri ügyes az Pontosan, elektromos dolgokkal. Ennyi. Pontosan, ennyi. Ennyi a funkció Azért, egyébként. mert erre jön pont bőm, hiszen gyakorlatilag az elektromosan vezérelt függöny szagára jön a bőm, hiszen érezte, hogy ott a... <laughs> függőny szagra gyűlik az éjjivad. Így van. Na jó, de az, de az más dolog, hogy felszerelek, egy, akár egy villanykapcsoló cserét megcsinálok, vagy felszerelek egy ilyen kis szerkezetet, nyilván akkor ekkora volt még ilyen jó nagy, mert 1987-ben vagyunk, de hogy felszerelem az ablakra, meg teljesen más, még megjavítani a lépcsőházban a relé kapcsolót. Tehát, hogy az nem ugyanaz, szerintem. Hát ez azért durva, ez azért, azért zavart az a szememet, mert egy panellakásból, panellakásról beszélünk, és ahhoz, hogy ő ezt bekösse, ott nem volt se kell, tehát szét kellett volna Marnia a falat, és a, vasbeton, a marni utána újra lehet a minden, ott nem volt kábelcsat, és biztos, hogy nem vezeték nélkül. Tehát a kapcsolótól az rajta volt a falon, a, a dimmelő kapcsoló mellett, és ott el kellett volna vinni a vezetékeket a, a függönyig, és ott nyoma nem volt. A sorozat hazudott volt... nekünk. Igen, itt most hazudtak. A relével nem hazudtak, de ezzel hazudtak. És ez kicsit... És ezért lehet. látod a következő részekben. de várjál, várjál, várjá, várjá, Melon, Melon, hogy így, így, pont azt nem értem, hogy oké, föl kellett vezetni azt, hogy ő ért hozzá, de az nem lett volna elég a kapcsoló kapcsolószerelés? Nem, mert Tehát, ez, hogy... az, hogy... Ez egy nagy... Ez, de, egy, de nem, ez ő, egy... De nem ő, találta föl, meg nem ő készítette ezt ő ő a tud... szerkezetet. De 1981 ben bemész valahova, és ezt látod, hogy a nyomdász csávó elektromosan izé, működtetett függönyt varázsol. Ezek után alap, hogy a mondjuk Mondjuk meg... hogy okos otthon csinál. Okos otthon. Hagyjál már akkor, hogy minden okos, okos volt. otthon csinál a részben. mondom, hát, 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 hogy elhozta a 21. századot. És ennek a, ennek a technológiai újdonságnak, meg ezeknek a dolgoknak a későbbi részekben semmiféle nyoma nem lesz. Semmi. Én nem is emlékeztem, hogy ő ilyet csinált. Én csak ott pilláztam, hogy ez mi. 87 de vagány a csávóért. Tehát ilyeneket tud mi a tökömért És mennyire vette? Hát ez az. És nem a vette. Erre nem találok hirdetést a konzumáruházból. A konzumáruház, hát én, én akkor beírok a vásárlók könyvébe, tisztelt konzumáruház, nem lehet itt ilyen izét kapni. És nem menjünk el még egy nagyon fontos másik drámai pillanat mellett, hogy azon megy a, a beszélgetés a, 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 a otthon vágásiknál, hogy vajon jutka beírhatja-e az áthelyezési kérelmébe, hogy ő bizony gyereket vár. Nehogy az legyen, hogy nem veszik át az új oskolába, mert ugye hát nyilvánvaló, hogy ha ő gyereket vár és szülni fog, akkor közben barmin ezen fog órát tartani. Igen, egyébként én sajnáltam is a szegény igazgatóját, akit földi teré alakít, és később ő a postán dolgozik. Szóval. Igen. Szegény, Szegény korára már el kellett jönni az iskolából. Igen, de most egy kicsit kezdünk átnyúlni a következő részben. Igen, de, de ez nem, itt, 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 erről beszéltek, én csak arról, hogy itt, itt, először a, a, vágásék otthon ezt beszélgettek erről, és akkor jött be bőm, és akkor jött a lelki terror, hogy akkor villányosan szaladja öreg a jó kis kék fém szerszámos ládával, ami nekünk is volt otthon, és baromi gyorsan csináld meg a villanykapcsolót. Hát nehogy már leessen a karikagyűrű az ujjadról, ez egy, egy társasház. Őszintén, szóval kinek, főleg 1987-ben, de még a 90-es években vagy ma is, hát nem esik le a gyűrű, az ujjamról, mert arrébb rakok valamit, kicserélek egy égőt, hát, szóval, ez, ez bunkó volt, szerintem, tényleg mindenki nagyon a rossz oldalát mutatta meg ebben a részben. Mai törvényi szabályozás alapján bele nyúlhatna? Én értem, de a mai törvényi szabályozás szerint nem lehet vinni ízét, nem tudom, mi még megünnepeltük a születésnapunkat az iskolába, és akkor mindenki hozott tortát, ma már nem lehet, meg ételallergia, nem meg lehet. Nem tudom én. Nem lehet, hát hmm. nem lehet, hát mi van, ha az egyik gyerek magyaró allergiás. Házi készítési tortát nem vihetsz, hanem kérlek szépen olyan van, hogy cukrászdába ki kell állítatni róla egy papírt, beviszed a papírt a tortával együtt, és akkor azzal együtt kell odaadni a konyhás néninek, aki azt majd fölvágja, és a megfelelő higiéniai körülmények között, vagy nem, előkészíti azt az osztály, vagy a óvodás csoport számára. Ma így zajlik. Na, szóval akkor némi érzelmi zsarolással ugye ráveszi Béma Ferit, hogy mégis csinálja meg a lépcsőházba a villanyt, és akkor ezt az egész folyamatot sikeresen kifigyeli, mert kifigyeli, mert a pincébe szerel, és mi a manót keresne ott. Sümegi. Éget hossz. az egész folyos, egész, egész lépcsőházba a lámpa. Kis köntösébe kiment, érezte, hogy túl erős a fény, beszűrődött a fajtó. ajtó, ne már. Hát figyelj, ha a bőm érzi az elektromos függőny akkor a sümegi átlát az ajtón, és érzi, hogy ég a folyosónál. De ezeket meg kell érteni, a szuper képességek. Az elektromosság szagának megérzése. Igen. Hát... Szóval a sümegi kiakad rohadtul, hogy mi még az, az hogy... Érzem a fényt. Sőt, mert a sümegi, érzem a fényt. Micsoda dolog ez, hogy ég itt a világítás, és akkor viszont bőm konkrétan nagyon le leordítja sümegit. Maradjon már az Isten szerelmére! Ezt mondtám. Szerintem itt nagyon jól oltja le Igen. Elként. Szerintem baromira túl vagyunk a cselekményen. Tehát annyira unalmas volt ez a rész. Én, tök másról. Még... De megcsinálta a relét a vágás. Megcsinálta a relét, hát nem És egy nagy kutya. Láttátok azt a régi jó kis fém szekrényt, az a régi elektromos szekrényt abból az időből. Imádom, csodálatos. De itt, de itt legalább, bocsánat, itt legalább maradtak a, a valóság, hogy ők tényleg relékkel csinálták meg ezeket, tehát nem valami hülyeséget mondtak, hanem legalább tényleg. De hát ez egy valós ház volt, érted? Na, még mondhatott volna a hülyeséget. De egyébként a műsor megjelenésének napjának van egy másik nagyon komoly érdekessége, ugyanis ezen a napon alapították meg a mindenki kedvenc szervezetének, a nav az elődjét, az APEH-et. Hát az év volt mindenki ilyen ideges basszus. Hát Megvan, hát így ez hát minden meg a, a válasz. válasz. Hát azért volt idegbeteg mindenki. Hát ennyi. Figyeljetek, itt a műsor végén egy kicsit hagyjuk már ezt az epizódot, nem történt semmi. Itt a maradék perceket szálljuk rá, hogy beszélünk valami másról. Mostanában, ugye. hogy karácsonykor elővette a Partizán és a szomszédokat, mi is elkezdtünk szomszédok podcastet csinálni, és most megint, megint, téma, és esetleg, ja, és esetleg Janka néni lesz az új köztársasági elnök, szóval, hogy megint nagyon téma ez a szomszédok, megint felmerült, és nyilván az ilyen bulvár újságok clickbaitként hozzák és hozták ezt az elmúlt időszakban, hogy újraindulhatna a szomszédok, és hogy ön örülne -e neki, és ilyenkor én mindig azt gondolom, hogy és kivel indul újra a szomszédok. Az Ábel Anitával, meg a Fehér Annával. Tehát, hogy, meg a Trokán Péterrel, értitek? Tehát, hogy akitől a szomszédok most szomszédok volt... És taki bácsi. Értem, de hogy aki tehát, hogy amikor mi azt mondjuk, hogy új, jaj, de jó lenne, ha lenne szomszédok, vagy ha tovább ment volna a szomszédok, akkor azért elfelejtjük, hogy a szereplők 80%-a már itt hagyott minket. És azért ez a szomszédok nem lenne már ugyanaz a szomszédok, ezek nélkül, az ikonikus szereplők nélkül. Tehát ez nem a barátok közt, ahol kicserélhetjük a de a barátok, figyelj, az abban, hogy itt minden, minden, ilyen, ilyen, ilyen 600 év utáni remake ötletekkel mindig ez a baj, és én mindig ellenzem is pont ezért őket, mert a régi flót nem fogja tudni visszaadni. Egyrészt, amit te mondasz, hogy, hogy azok, akik miatt a szomszédok szomszédok volt, ők már sajnos nincsenek köztünk. Vagy... Igen, csak azért mondom, hogy ha ezt most remékelnénk, akkor ez olyan lenne kicsit, mint az Elbándi Budapesten. Hall hallottam, hallottam egy, egy beszélgetést, talán a, bujtás Bújtás Jánossal most a, itt a, a, nagy szomszédok őrületbe, de lehet, hogy nem ő, és akkor elnézést kérek, ha nem ő mondta, de mintha mint ő fogalmazott volna úgy, hogy hát mikor azt virtatták, hogy hogy mennyire voltak anyagi okai a, a, sorozat befejezésének, és akkor azt mondta, hogy az utolsó években, ugye 97 99-ig párhuzamosan futott a már kereskedelmi csatornákkal, többek közt az akkora már elindult barátok közt is. És akkor azt mondta, hogy hát így is milliós volt a nézettsége, meg mit tudom én, ez nem igaz. Tehát a, a szomszédoknak abban a pillanatban esett be a nézettsége, hogy alternatíva született a TV1-re, meg a TV2-re és elindult a TV2, meg az RTL klub. Tehát nem nézték, ez, ez, egy őrült nagy butaság. A 90-es években ez a sorozat, ez, ezt a sorozatot kereskedelmi szempontok szerint is elkaszálták volna már, talán nem 99 Igen, végén. de most, most ez az újraindítási gondolat, ez, nem, ez, 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 egyértelmű, hogy a retro vonatra való felülésről szól. Meg egyértelmű, S... hogy egy jó cikk születik belőle, Persze. mert meg lehet kérdezni valamelyik De, de úgy, ahogy szereplőd. van, úgy, ahogy van ötle, ötlet szinten is rossz. És megvalósíthatatlan, és nem is lenne jó. Tehát, ha meg is próbálnák megcsinálni, akkor sem lenne jó. A baj az, hogy, hogy szomszédoknak, szomszédoknak neveznének valamit, amit nem lenne szomszédok. Csinálhatnak engem, nem érdekel, de akkor nevezni, mit tudom én, lakótársaknak, vagy bánja a tököm. De az, hogy tehát a szomszédok maga az úgy 1990 véget ért. Pont, plusz, passz, nincs tovább. Nincs. 331 rész, kész ma már el lehet adni ezt az akkori bájával, lassúságával, cselekménytelen történésekkel, de ez manapság már nem, nem működne. Hát főleg, hogy nem pörög, mert most itt pont ezt panaszkodta te is, hogy 29 perces részben alig volt cselekmény. Hát ha ezt ma ugyanígy megmered csinálni, a néző már a 5. percben kikapcsolja a retekbe, amikor akár 5. A... hát a, a kórusnál legkésőbb. Amikor úgy be van keverve olyan hangosra mentő szirénája, hogy 20 másodpercig azt hallgatod, akkor kapcsolod el. Az az élet maga, hallanod kell, ott ülsz bent. T Tudjátok itt ilyenkor, és most ugye ez az interjú visszatérve, ezek az interjúk lementek, és mindenki elmondta, hogy erre egy csomó pénz volt, és hogy ez, ez Aj, egyébként meg, szóval, egy, nem tudom elhinni. Ezt tudod, hogy milyen ez a történet? Ez ugyanaz, mint most itt összeülünk beszélgetni, és elkezdünk azon ábrándozni, hogy milyen f lenne, ha 20 évesek lennénk. Ez nagyjából ennyi. Kicsit elbeszélgetünk rajta, és túl ennyi. Többet nem ér ez a dolog. Én nem akarom kezdtől a szomszédokat, mert szeretem, és így szeretem, ahogy szeretem, de... de, de Pont az... ezért nem akarom. De igen, ebbe teljesen egyet tudok érteni egyébként az, is, amit a Gergő mondott, hogy itt a retro hullám nagy része arról is szól, hogy de szeretnénk újra 20 évesek lenni. De egyébként nem. Mindegy, de hogy azért ez az emberekben sokszor megvan, hogy inkább ez a fiatalság visszasírása van benne, nem maga a művészeti érték, amit keresnek, nem az a, az a szórakozás, amit megkaptak, hanem azok, a, azok, az élmények, amik akkor érték őket, azok a behatások, tehát ez az egész retrónak maga a lényegén. És, a, és, az, hogy akkoriban ez, és az, hogy akkoriban ez uralta valamilyen szinten a közbeszédet is, hiszen ahogy nézték, nyilván beszéltek is róla, de ezt ma már nem tudják megcsinálni. És nem is működik, ezért nem is működik ez a sorozat azoknál, akik mondjuk egy, egy új generációnál, akik nem élték végig akár a 90-es éveket minimum gyerekként. De hát mindegy, ez van, véget ért a műsorunk, úgyhogy új a podcasttel legközelebb május 10-én jelentkezünk. Gizur Gergő, Melon Attila és valamennyi munkatársam nevében köszönöm a mai megtisztelő figyelmet, további kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Média készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.